Üdvözöllek, Pető Bence vagyok, és ez egy újabb blog videó. Ezen a héten arra keresem a választ, és azt fogom veled megosztani, hogy mi számít terméknek, és mi számít megoldásnak. Azonban mindenek előtt, mielőtt még ebbe belecsapnánk, nagyon szépen köszönöm a múlt heti visszajelzéseket, a rengeteg biztatást, és remélem, hogy számodra is inspirációt nyújtott ahhoz a múlt heti videó, hogy kitörj egy picit a megszokott rutinodból, hogy újat kezd csinálni, hiszen ne feledd, hogyha most úgy érzed, hogy nem kellő mértékben fejlődik az életed, vagy javul, vagy változik, akkor szükséged van arra, hogy változtasd a szokásaidon, hiszen azok, amik most megvannak, azok juttattak el ide, azonban ahhoz, hogy egyel följebb tudjál majd lépni, ahhoz szükséged lesz új szokásokra. Nos, tehát mi számít terméknek, és mi számít megoldásnak, és megpróbálok egy szemléltető példát keresni. Igen, itt is van nálam. Ez szerinted, ugye ez egy pénztárca, ez szerinted egy termék, vagy egy szolgáltatás, ugye, illetve, bocsánat, egy termék, vagy egy megoldás. Ugye a Wall Street farkasában van az a jelenet, amikor el kell adnia az értékesítési tréningen valakinek egy tollat, ugye a főszereplő számára, és nagyon-nagyon hasonlít ehhez a gyakorlathoz az, hogy most megállapítsuk azt, hogy ez egy termék vagy egy szolgáltatás, hiszen mielőtt még elkezdenénk eladni ezt a pénztárcát, vagy elkezdenénk eladni egy tollat, azelőtt arra van szükség, hogy kialakítsuk azt az igényt, ugye, a vevő számára, amivel fölismeri azt, hogy igen, van neki egy olyan problémája, egy olyan kihívása, egy nehézsége, amit azáltal tud majd megoldani. És itt a kulcs. Amikor bemegyek egy könyvesboltba, akkor rengeteg sok könyvet látok, ami persze érdekesebbnél érdekesebb, de nem tudom, hogy nekem szól-e, hiszen nekem vagy nincsen olyan problémám, vagy nem tudom, hogy van-e olyan problémám. Azon pillanatban, amikor beleolvasok valamelyikbe, fölismerem azt, hogy hú, nekem van ilyen problémám, hú, ez most erre nekem tényleg szükségem van, onnantól kezdve ez egy megoldássá válik, és már nem csak egy termék számomra. És amikor már nem csak egy termék, akkor viszont lényegében bármit megadnék azért, hogy azt a kihívásomat meg tudja oldani, vagy kihívásomat segítse megoldani, vagy valamilyen vágyamat könnyítse, hogy elérjem. Tehát alapvetően ugye termék vagy megoldás, mindig gondolkodj abban, hogy te mindig megoldást nyújtsál ahhoz, azonban először is szükség lesz arra, hogy fölismertesd a problémát, tudatosítsd a másikban a problémát, és amikor ugye könyvírásról van szó, akkor is mindig azt szoktam mondani, hogy szuper, hogyha megírsz egy könyvet, szuper, hogyha kiírod magadból azt, ami benned van, azonban igazából csak akkor lesz valódi értéke, és akkor fogják sokan megvásárolni, hogyha úgy érzik, hogy az tényleg valamilyen kihívásaikra, nehézségeikre ad majd megoldást számukra. És amiért ezt elmondtam, az, hogy ugye múltkor beszéltünk arról, hogy hát alkotók vagyunk, alkotók szeretnénk lenni, azonban alkotóként ugye sokszor abba a problémába, vagy abba a nehézségbe esünk, hogy alapvetően imádjuk, hogy újat létrehozunk, imádjuk a termékfejlesztést, imádjuk, amikor valami újat összebarkácsolunk, farigcsálunk, vagy tehát a lényeg az, hogy létrehozunk valami olyat, ami még korábban nem volt. Azonban nehézséget jelent sokszor számunkra az, hogy ezt értékesítsük is, hiszen ez alapvetően addig, amíg az csak egy örömet okoz nekünk, hogy létrehozhatjuk, az addig csak rólunk szól, és amíg csak rólunk szól, addig nem fogja megvásárolni senki sem. Azonban a következő lesz majd a feladat, hogy bebizonyítsuk azt, hogy ez tényleg sokak számára megoldás nyújt, hogy tényleg sokak számára segítséget jelent. Úgyhogy ezzel a tanítással, vagy néhány gondolattal szeretnélek majd a következő hétre elindítani. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy figyeled ezt a blogot, és ígérem, hogy a jövő héten is jelentkezem újabb érdekes gondolatokkal, és talán inspiráló tanítással is. Szia, üdvözöllek, szép hetet kívánok neked!